A Vermesi Művészeti Napok Maglódon címmel 18 éve rendezték meg első alkalommal azt a komoly zenei seregszemlét, amely Vermesi Péter zeneszerzőnek hivatott emléket állítani. 18 esztendővel ezelőtt ebben a templomban indult meg ez a fesztivál, amelynek azt a nevet adtuk, hogy Vermesi Művészeti Napok Maglódon. Azért indult el ez a fesztivál 18 évvel ezelőtt, hogy az iskolák, a művészeti iskolát támogassa. A Vermesi Péter Alapfokú Művészeti Iskolát, amely akkor társintézményként az általános iskola mellett indult, és az volt a célunk, hogy a szülőknek megmutassuk, hogy a gyerekeik, ha lesznek íratva hozzánk, akkor hogyan fognak muzsikálni, hogyan fognak táncolni, és a későbbiekben azt is, hogy hogyan fognak festeni. Az evangélikus templomban ezekkel a szavakkal nyitotta meg Tóth István fesztiváligazgató a komoly zenei programot. Televíziónak adott interjújában arról beszélt, hogy Vermesi Péter zeneszerzőt, a Kolozsvári Zenei Egyetem tanárát mindenki szerette. A személyiség az olyan sugárzó volt, hogy mindenki, aki a környezetében volt, az szerette őt. És ez a mai napig érződik. Igazgató, áruljon el egy titkot, én azt értem, hogy első alkalommal eljön valaki Japánból, Németországból, a világ végéről, Erdélyből ide, ingyen, stb. De 18-szor is eljön, ennek mi a titka? Szívesen jönnek, tehát amikor olyan embereket szólítunk meg, akik minket nem ismernek, viszont Pétert igen, nem azt kérdik, hogy mennyit fizetnek, meg ilyeneket, hanem hogy mikor menjünk és hova. És jönnek. És olyan emberek, akik esetleg amúgy nem szeretik egymást, vagy nem foglalkoznának egymással, mint művészek, mikor Péterről van szó, akkor azzal a felükkel fordulnak egymás felé, amelyik szerette Pétert, és akkor értik egymást, szeretik egymást. Eljönnek, 18 éve járnak Maglódra nagy nevű művészek. Budapestről leginkább fesztiválzenekar, rádiózenekar, nemzeti filharmonikusok, az Operaház zenekara, az Operaháznak énekesei, Pege Aladár, Jandó Jenő, Sümegi Eszter, Gál Erika, Kisbé Attila, tehát mondhatnám a neveket, a nagy nevek, akik ide eljöttek, és azért, mert Pétert szerették, ismerték, és azt gondolják, hogy egy olyan iskolát segíteniük kell, amelyik Péternek a nevét, Vermesi Péternek a nevét viseli. Milyen maglódi helyszíneket választott, és miért pont ezeket? Ebben a templomban indult az első fesztivál, az evangélikus templomban, ezelőtt 18 évvel. Tehát minden alkalommal 4 helyszínen volt a koncert, 3 templomi és 1 világi. Leginkább azért, mert a mi iskolánk zene, tánc és festészet tantárgyakat oktat, és minden fesztiválon mind a 3 művészeti ágazat bemutatkozik és gyűjti a közönséget a fesztiválnak, a gyerekeket pedig az iskolánkba. Hány éves a legfiatalabb fellépő? Második osztályosok lesznek, a Pim-Pim Páré kis csapatnak a tanulói, ezek furujáznak, énekelnek, és hát a Pim-Pim Páré nevet onnan kapták, hogy Vermesinek volt egy gyerek dalokat tartalmazó kötete, Szilágyi Domokos írta a verseket, ő pedig a zenét, és ennek az a címe, hogy Pim-Pim Páré. Ezt a nevet kapta a legkisebb csoportunk, mert az iskolánkban van 3 énekkar, ezek a legkisebbek, második osztályosok. Van a kóruska, ők a negyedik osztályosok, és 8-ig van a vadvirágok, Vermesi vadvirágok, ők a nagyok. Felnőtteknek is megvan már az énekkarunk, a Vermesi kamarakórus, és hát a nagyon híres Magdala kórus. A szervezésben önön kívül kik vettek részt? Az iskola tanárai, tehát ott a kollégák, mi együtt csináljuk ezt. De nem csak a zenészek, itt az egész iskola. Az egész iskola. Itt a főzéstől kezdve a rendezésig mindenben részt veszünk, a tanári kar, az iskolának a személyzete, tehát az egészen. Az első és a 18. között mi a különbség a két fesztivál között? Először, amikor rendeztük a fesztivált, akkor nagyon sokan voltak azok, akik nem maglódiak voltak. Most
a legtöbben maglódiak. Tehát, hogy egy példát mondjak, megalakult 5 évvel ezelőtt a Maglódi Vermesi Kamara Filharmónia. Ez kórus, szolisták és zenekar. Na most ebben a zenekarban ott ülnek azok a vendégművészek, fesztiválzenekar, nemzeti filharmonikusok, akik jönnek hozzánk. Ezen kívül a tanárok, a hangszeres tanárok az iskolánkból, és a tanítványaink, de nem csak akik ide járnak még most is hozzánk, hanem akik végeztek. Egyetemet végzett, mesterszakot befejezte, és itt hegedül a tanárával, vagy a trombitás gyerek, aki már elment az iskolánkból, a tanárával itt fújja nálunk, de itt van még az is, aki most hetedik osztályos. Tehát azt kell mondanom, hogy nagyon a maglódi erők, azok túlsúlyban vannak most már, a kórusokról nem beszélve, az előadó művészeknél is, a gyerekeknél is. A gyermekek szeptember óta készültek a vermesi napokra, és ez alkalommal gyermekdalokat, népdalokat adtak elő, és hatalmas élményeket szereztek. Éveleje óta ez a pár hét nagyon feszített volt, és körülbelül akik most szerepelnek, azok a második osztályosok, a 2AD, mert olyan sokan lettünk, olyan nagy volt az érdeklődés, hogy az egész alsó tagozatos kóruska nem fért volna be, tehát most körülbelül 40 gyerek fog szerepelni. Ez egy komoly zenei fesztivál, és viszonylag kicsi gyerekekről van szó. Egy ilyen kisgyerek milyen komoly zenei zenedarabot tud előadni? Hát a kicsiknek elsősorban a korukhoz illően gyermekdalokat, népdalokat választottam erre az alkalomra. A gyerek számára mit jelent ez? A gyerek számára nagy élményt jelent. Én úgy veszem észre, egy hatalmas ambícióval, lelkesedéssel készülnek, és megértették azt, hogy ez mekkora kihívás, holott még elég kicsik ehhez, és azt gondolom, hogy ez a későbbi zenei életükben is egy nagy élmény lesz, ez az első megmérettetés. A neves operaénekes virtuóz Vásári André pár hete értesült a felkérésről, és örömmel jött Maglódra. Nekünk elmondta, hogy szerinte nagy szükség van az ilyen rendezvényekre, hiszen az emberekhez ilyen programokon lehet eljuttatni a komoly zenét. Örömmel mondtam igen, mert a Vermesi Művészeti Napokról már én is hallottam, illetve Vermesi Péterről, a Kolozsvári Akadémia tanáráról, akinek, ha jól tudom, a fia fog ma este itt játszani. Ez egy fantasztikus dolog, és ha jól tudom, Tóth István a szervező pedig a tanítványa volt. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nagy szükség van az ilyen rendezvényekre, ahol az emberekhez egy kicsit a komolyabb műfajt is el tudjuk vinni. Számomra pedig azért öröm, mert ugye két műfajban is tevékenykedem, egy kicsit a könnyedebb világban is mozgom, de azért mégis a hazai pálya és a szívem csücske az a komoly zene. Ön itt mit fog előadni? Crossover darabokat is elő fogok adni, ez ugye a komoly zene és a könnyű zenének az ötvözete. Ha volt egyszer egy vadnyugatot mondom, akkor szerintem mindenki tudja, hogy ez milyen műfaj, és természetesen komoly zenét is fogok énekelni, Puccini fogok énekelni, Saint-Saëns-tól fogok énekelni, és az István kérésére Gounod Ave Mariáját is el fogom énekelni. Maglód után mi a következő állomás? Maglód után a közeli Ciprusra megyek énekelni, úgyhogy hála Istennek ez is egy nagy előny és egy nagy áldás az én életemben, hogy egészen pici, mint például a mai koncert is, egy pici kis meghitt koncertek után akár egy több ezres csarnokban vagy több ezer ember előtt is feléphetek, úgyhogy ez nagyon izgalmas és nagyon várom azt is.